Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött ma, hogy egy ilyen interaktív beszélgetésen vegyen részt, amelyen azért adunk hálát, hogy 2022. márciusában Szabó Lajos, a nyugalmazott rektora, az Evangélikus Hittudományi Egyetem gyakorlati teológiai tanszékének egykori vezetője szerkesztésében megjelent egy Imádkozz velünk című kiadvány a Luther kiadó gondozásában, és a mai napon a Karakter 1517 kávézó jóvoltából itt lehetünk, együtt lehetünk és beszélgethetünk, és van két református beszélgetőtársunk is. Szeretettel köszöntjük körünkben dr. Bodó Sárát, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem általános rektorhelyettesét, és dr. Szabó... Fekete Károly... Dr. Fekete Károlyt, a tiszántúli református egyházkerület püspökét. Kérjük, fogadjuk szeretettel őket, és beszélgessünk egy jót erről a kiadványról, amit szeretettel ajánlunk a figyelmükbe. Úgy hiszem, hogy mindig nagy öröm az, hogyha egy új kiadvány elkészül, és az önálló útjára indul. Engem nem nagy meglepetés az, hogy rektor úr egykor még tanított, és azért több általa szerkesztett és írott művet kellett megtanulnom és elolvasnom. De amikor a kezembe vettem ezt a könyvet, Imádkozz velünk címmel, akkor mivel egy beszédes kép van ennek a borítóján, ezért nekem az a kép jutott eszembe, amit dédnagymamák vagy üknagymamáknak a tiszta szobájában lehetett látni legtöbb esetben, főleg azoknak, akiknek katolikus felmenőik is vannak, amikor is Jézus a Getsemáné kertben imádkozik egyedül. De hadd kérdezzem meg a beszélgetőtársakat arról, hogy milyen élmény kapcsolódik az imádsághoz a legelső élmények közül. Köszönöm szépen. Gyerekként nagyon félős voltam, és amikor egyszer nagyon féltem, akkor édesanyám azt mondta, hogy imádkozzunk, meglátod, segíteni fog, és segített. Ez egy nagyon szép élmény volt, mert utána sokkal nyugodtabb lettem, és azóta is, hogyha valami miatt félek, szorongok, akkor gyakran fordulok az imádsághoz. Nem csak akkor, amikor hálát adok. Szeretek hálát adni egyébként, hanem a félelmetes időkben, ezért is örülök annyira ennek a könyvnek. Lelkész gyerek lévén engem édesapám tanított imádkozni, és a Én Istenem, Jó Istenem volt a kezdőkör, de úgy, hogy egyre tágulóbb körökben. Úgyhogy a második verszakot azt valamikor 4-5 évesen tanultam meg, amikor beszélni tanultam, akkor az első részét az imádságnak, és ez egy olyan érdekes lépcsőzetesség volt. Hát pici imádság, és szerintem mindenki tudja, de hogy ezt édesapámtól tanulhattam, ez nekem külön ajándék, mert hogy általában a nagymamák, édesanyák szokták tanítani a gyermekeket, nálunk ez így volt, hogy egy férfias imádkozni tanító ember volt. Én is lelkész gyerekként, meg lelkész unokaként is, több generációs lelkész családból származom, és különböző ilyen gyökérrendszer van ott mögöttem az imádsággal kapcsolatban. Ezt úgy tudnám megfogalmazni, hogy a anyai nagyapám, aki egy rábamenti faluba Kisbabaton volt lelkész, ő is, és az édesapja is 40-40 évig, 80 évig, minket oda a rába mellé levittek sokszor, amikor otthon nem lehetett mit kezdeni velünk, és akkor a nagyszülőknél voltunk, és a nagyapám az egy nagyon szigorú, kemény, szerintem majdnem református lelkész típus volt, és az a helyzet, hogy ő nála egyenes ülésbe este le kellett ülni az ágy szélén, és nagyon határozottan kötött szövegű imádságokat volt szabad mondani. Ezt a nagymamám úgy kezelte, hogy előtte mindig odasukta a fülünkbe, ha rendesen viselkedünk, és a nagyapa összes rigorózus helyzetét betartjuk, akkor valami jutalmat kapunk egy eldugott csoki, vagy valami ilyesmivel kapcsolatban. A másik lelkészgyereki találkozás az ilyen 6-8 éves koromra megy vissza. Én nagyon szerettem az Isten tiszteletet lezáró hosszú
ökumenikus imádságot, mert onnan tudtam, hogy vége lesz az Isten tiszteletnek. Ez gyerekként egy akkora felszabadító érzés volt, amikor belekezdtek a lelkészek, segédlelkészek az imádkozásnak ebbe a részébe, akkor valahogy így felcsillant a szemünk gyerekeknek, akik ki voltunk ültetve a falusi templomba az első két sorba, hogy na, most már biztos, hogy vége lesz, és ezért az imádságnak volt egy ilyen érzése, és a mi atyánk is egy ilyen, valahogy onnan a templomi légtérből maradt meg bennem nagyon mélyen. Amikor ezt a kötetet Budapesten bemutatták, akkor Steinbach József püspök úr, aki egyébként szerzőtárs is ebben a kötetben, ő hiánypótlónak nevezte ezt a könyvet. Hadd mondjak el egy személyes vallomást. Van ennek egy előzmény kötete, úgy hívják, hogy Vízhang. Szintén imádságokat és történeteket tartalmaz, amit nagyon sokáig nem adott ki a Luther kiadó, és ezért, amikor elfogyott, akkor nem tudta az ember megszerezni. Mi a feleségemmel és a családommal Balatonszárszón üdültünk az egyházunk üdülőjében, és ott pedig volt egy olvasói példány. És azon gondolkodtam, hogy mi lenne, hogyha úgy csinálnék, mintha nálam maradt volna. Azt gondoltam, hogy ez azért egy bocsánatos dolog, mert tényleg sehol nem lehetett beszerezni. És látta szerintem az otthon vezetője rajtam az, hogy én nagyon szeretném ezt a kötetet, mert mindig ott sonfordáltam körülötte, és mondja, hogy ha adsz adományt, akkor elviheted. Úgyhogy nekem így van meg a Vízhang kötet, de egyet tudok érteni Steinbach püspök úrral, hogy hiánypótló, mégpedig azért, mert mi ugye protestáns egyházak képviselői vagyunk, de a katolikusoknak mindenkor van külön énekeskönyvük, és van külön imakönyvük. Ahogyha hozzánk elkezdett járni egy katolikus testvér, akkor mondta, hogy egy imakönyvet Richard szerezzen nekem. Hát mondom, de jó, de honnan? Hát nekünk csak énekeskönyvünk van, és ahogyan láttam az új református énekeskönyvet, annak is igazából szinte csak függeléke az imádságos rész, amely leginkább napszaki imádságokat tartalmaz, mint a miénk is. Nincsen-e bennünk némi hiányérzet, hogy a mi imádságos életünk, vagy az ilyen formán tapasztalt lelkiségi irodalmunk azért csorbát szenvedett, és nem tulajdonítottunk neki akkora jelentőséget, mint amekkorát kellett volna. Olyan húrt ütöttél meg, ami nekem veszőparipám, köszönöm a földobott labdát. Az a helyzet, hogy a református egyház kiadványai közül, hogyha azt mondom, hogy a Sionnak hegyén kezdetű imádságos könyv, vagy című imádságos könyv, meg Szilháti Sándor vigasztaló szó, ami kifejezetten gyászolóknak készült, egészen az elmúlt esztendőkig nem jelent meg imádságos könyv. És az valami megdöbbentő dolog, mert a 19. század végéig rengeteg imádságos könyv volt, úgyhogy több doktori disszertáció született belőle, mert annyira lehetett kutatni az imádságokat, azoknak a teológiáját, stílusát, templomi vagy magánhasználatra, katonáknak, Forgács lelkipásztor úr Pécerről például csodálatos, ilyen zubbony zsebbe helyezhető méretben készített imádságos könyvet, és valahogy ez nagy hiányterületté vált, és biztos, hogy van oka. Az egyik az az, hogy a megírt imádságoknak az ázsiója alá van értékelve. Az ébredési időkben az lett a divat, és a lelkipásztoroknál is ezt kérik számon, hogy fejből, azonnal, minden élethelyzetben, lehetőleg jó paposan, olyan szóvirágosan megfogalmazva, ömöljön belőle az imádság. És ahogy szétnézek a kedves közönség között, vagy a hallgatók között, hát tudnánk sorolni hosszan azokat az imádságokat, amikor az ember már nem szívesen mondja a padban ülve az előimádkozóval, mert nem tudom mondani, mert nem az enyém az imádság. És nem azért, mert nem én írtam, hanem azért, mert nincs átgondolva, maga körül köröz, nem találja az áment. Ugyanazok a gondolatok szólalnak meg, egyszerűen nincs előkészülve, még a lelkipásztor sem, tisztelt a kivételnek, hogy azt 25, 50, 100,
500 vagy akár ezreket vezetve tudná megfogalmazni az imádságot. És a mi ágendánk, istentiszteleti rendtartásunk sem arra készült, hogy mint a tietek például, hogy végigvezet az esztendő vasárnapjain, és minta imádságokat ad, vagy az oráció ökumenikát, vagy más műfajban készült imádságokat előre megfogalmazva, segítve a lelkipásztor munkáját, sőt, kötelezően rendtartását éve. Nálunk ez az ad-hoc imádság, ez felületessé is vált, és öröm, hogy most újabban van 3-4 imádságos könyv, nem mindegyik istentiszteleti használatra, nem is mindegyik ilyen változatos, mint a Lajos által szerkesztett imádságok, hanem rövid, inkább vallomásszerű imádságok, Hajdú Zoltán Leventének az imádságos köteteire gondolok, azokból nehezen lehetne egy füzért összeállítani. És amire utaltál, az új énekeskönyvben éppen evangélikus mintára, és a saját hagyományainkat is figyelembe véve, 48-ban megszakadt az a jó hagyomány, hogy a református énekeskönyvek függelékében ott volt egy imádsággyűjtemény, a magán ájtatosság használatára is, illetve kisebb közösségek használatára. Ezt most visszavezettük, mert nagy hiányérzet van bennünk, mert az imádság az egy olyan érték, amit hogyha nem becsülünk meg azzal, hogy erre tudatosan készülünk, hogy ez nem csak az én párbeszédem az Úristennel, hanem mondjuk egy gyülekezeti közösségnek az imádkozását kell, hogy vezesse, akkor egy nagy értéket hajítunk ki, és erre is vonatkozik, hogy nem rőfben mérik az imádságot, kevés szóval megfontolva, hogy mit mondok el az Úristen előtt, ahogy Ápri Lajos mondta, gyökeres szavakkal, és ez egy nagy felelősség. Úgyhogy én ezt mintaszerűnek tartom ebből a szempontból is, hogy a lelkipásztornak, az imádkozó embernek törekedni kell arra, hogy ha kapott ilyen ajándékot, hogy össze tudja szedni a gondolatait, és akár tematikusan, akár csak ugye a hétköznapok rendjén imádkozik, akkor ezt merje rögzíteni, megörökíteni mások számára is. És ezzel mi tartozunk, a híveinknek is tartozunk, a saját magunknak is tartozunk, mert ha mi nem vagyunk benne az imádságban, az imádkozó, akkor hogy várom el, hogy az imádságot velem mondó gyülekezet bele tudja magát élni. Nagy felelősség. Úgyhogy én örülök, hogy a visszhang is, ez is, a Lajos egyéb füzete is példák arra, hogy a 21. századi ember rászorul az imádságra, és vannak olyan kötetek, amelyekből olyan lelki eledelt kap, amit tovább mondhat, sőt, ezek olyan imádságok, hogy ezek nem kopnak el. Mert van olyan imádság, amit elég egyszer elmondani, mert olyan a megfogalmazása. Ezek olyan veretes, mai hangzású imádságok, amiket újra és újra el lehet mondani. Úgy éreztem hirtelen, mint a püspök úr ott ült volna, amikor szerkesztettem a könyvet. És én nekem pedig pont most jutott eszembe, hogy kinek adtam kölcsön a visszhangkötetemet. Neked. Ajaj, mik derülnek itt ki? Egész komoly dolgok derülnek itt ahogyan ki. Ahogyan hallgattalak. Jutott eszembe. Bocsánat. Nem, semmi. Nem, tényleg az, hogy itt két olyan dolog van, amiről nagyon érdemes itt beszélgetni, ma este meg együtt gondolkodnunk. Ez a lazán mondott, most én egy kicsit így idézőjelbe tettem, ahogy lelkészek is szokták mondani, hogy lazán elmond egy imádságot. Ez egy nagyon veszélyes műfaj. A kötetben a legidősebb szerző 94 éves, a legfiatalabb lélekkel rendelkezik, Fehér Károly, aki állandóan tanít engem, tehát ő
úgy számon kér dolgokat, meg el is mondja. És most legutoljára, amikor telefonon pár napja beszéltem ennel, Lajos fiam, tudod-e milyen borzasztó, hogy a papjaink mit össze-vissza beszélnek az Úristennel? És ezt úgy hirtelen mondta, hogy, hogy meggondolatlan mondatok, ki nem formált szavak, tehát át nem gondol tartalmak röpködnek az oltár előtti imádságba, és azért akinek érzékenysége van arra, hogy az Istennel való beszélgetés percei azok a, tulajdonképpen úgy is mondhatnánk, hogy a boldogság érzésnek a legszentebb percei és a legtisztább percei, ha itt nincs minőségi szöveg, akkor nagy baj van. És ezért fontosak szerintem, és amit mondtál, az tényleg így volt, hogy a válogatásnál, meg a felkéréseknél, meg a beérkezett szövegeknél én mindig azt szoktam érezni, vagy ugye, hogy legelőször elolvasom, és akkor az az érzésem, hogy ez egy többször elővehető imádság, vagy az az érzésem, hogy valaki szerzőként teljesítette a kötelességét, és leírt egy imádságot. Nem egyszerű ez. És hogyha imádság írására kérünk fel szerzőket, a legintimebb szférájukba lépünk be. És ők meg azt adják ki, ami a lelkük mélyén van. És egy csomó olyan történet kerül elő, és ezért is nem lett ez a kötet se, meg a visszhang se 100%-osan csak imádság, hanem történetek és meditációk vannak benne. És tulajdonképpen ez azt mutatja, hogy a protestantizmusban mi keressük azokat a helyzeteket, ahol a liturgiának és az imádságnak ez a régi klasszikus értéke egy modern világba újra fogalmazódhat. Nekem hihetetlen inspiráció volt az, hogy a Református Egyháznak a Lelkész Továbbképző Intézetében most már évtizedek óta mondhatom így, vendégmunkásként és jelenlevőként sokat dolgozom, hogy a református lelkészek sokkal nagyobb inspirációt adtak a kötetek szerkesztésére az örömükkel, most már mondom így, mint az evangélikus lelkészek. Mert annyira kifejezték azt az örömöt, hogy ez egy óriási érték, hogy nekünk is van olyan könyvünk, amit elővehetünk, oda mehetünk vele, magunk is olvashatjuk. Tehát van benne egy olyan, a hiánypótlás szóra akarok visszajukadni, hogy tényleg van egy ilyen hiány, volt és van is, és ezt nem lehet olyan gyorsan pótolni. Tehát a kiadványok azért vannak egy kicsit finomabban összerakva, tehát nem csak imádság a szószoros értelmében, műfajilag, tartalmilag, megjelenésben, hanem egy kicsit lazábbak is, hogy valahogy azt, aki kezébe veszi ezt a könyvet, a legfőbb célja ennek a könyvnek az, hogy legyen kedve imádkozni, legyen kedve még egyszer kinyitni ezt a könyvet, és itt ennél a könyvnél bevállaltuk azt, hogy ebbe keresgetni kell. Nem szolgál ki úgy, hogy szájbarágos módon, hanem ebbe keresgetni kell, hogy mi az, amire éppen én akkor leginkább fogékony vagyok, és az én Istennel való beszélgetésembe mire van abban a pillanatban leginkább szükségem. Azért én bevallom, hogy nagyon féltem, amikor leadtam az anyagot. Úgy emlékszem, hogy fel is szabadítottalak, hogy hagyd ki nyugodtan, mert annyira nem volt a formákhoz igazodó, de azt mondtad, hogy rendben lesz. Jó, hát én azt szeretném elmondani, hogy imádkozni viszont tanulni kell. Tehát nem születünk úgy, hogy a szavak adottak lennének. A gyerekek tanításával is foglalkozom a hitoktatásban, és ott szoktam mondani, hogy a kötött imádság egy kisgyereknek nagyon fontos. Azért is, mert a szavak segítenek, hogy az az érzése legyen, tudok imádkozni. Úgy tudom mondani, hogy azt Isten meghallja. De aztán jönnek a szabad imádságok, és honnan tanuljunk imádkozni? Természetes, hogy a lelkipásztortól a gyülekezetben. Nem tudom, emlékszel-e arra a nénire, akit már magunk között csak úgy hívtunk, hogy légy irgalmas, kegyelmes. Amikor elkezdett imádkozni, akkor tudtuk, hogy ez a fordulat nagyon sokszor elő fog fordulni, úgyhogy már ez lett az ő beceneve, pedig csupa jó szándékkal imádkozott. Tehát nagyon, nagyon szépen akarta mondani, és megtanulta azt, amit olyan sokszor hallott.
Ez a kötet szerintem abban zseniális, ha mondhatom így, hogy nem formulákat ad, nem kész szókincset ad, hanem gondolatokat ad. Egyik szebb, mint a másik. És éppen azért olyan különleges, mert betekintést ad egy másik embernek az imádságos gondolataiba. Mert még a történetek is, én is emlékszem, egy olyat írtam, aminél azt mondom, hogy ha ez a helyzet nem késztet engem valami imádságra, akkor az nem jó, mert hat ránk minden, ami történik velünk. És ebben olyan kifejezések, olyan mondatrészek fordulnak elő, csak egyet mondok kapásból, adventi részben van, mélységes mély gyermekségünk kútja. Így indítja valaki. Hát ez rímel Thomas Mannra, rimmel nagyon sok mindenre, de olyan gondolat, aminél megálltam, és azt mondtam, hogy de jó, hogy ezt valaki leírta, és számtalan ilyen van. Bodó Sárának az írása, az tényleg úgy jönnek, vagy úgy küldi be az írásokat, hogy eleve közli azt, hogy nem is kell közölni. Közben szuper jó írásokat küldött, meg nagyon értékes írásokat küldött. Ugye, amit most említettél, azt a képet én soha nem felejtem el, mert az megjegyezhető kép volt, hogy mész az autóval, fékezel, meglátsz egy kisfiút, egy kislányt, meg egy anyát, és látod, hogy húzzák a kordét, és szegények így élnek ilyen szegényen. És azt az imádságot, amit te közreadtál, azt olyan sok helyen elolvasták már, hogy el nem tudod képzelni. És olyan sok helyen beidézték. Mert egy olyan problémát, amit ha úgy mondanánk el, és úgy mondanék el, hogy igenis adni kell a szegényeknek is segíteni kell, te azt teljesen képszerűen oda tettél minket magad mellé az autóba. És láttuk azt a két gyereket, láttuk a nyomort, és az utolsó mondatodat meg nem tudjuk nem megszívlelni, hogy lehet szép szavakat mondani, lehet beöltözni, kiöltözni a templomba, de ha nem segítünk a kordés gyereknek, akkor baj van. Ennyire megmaradt, tehát ezért mondom, hogy ez... Azt gondolom, hogy ezek az imádságok tükrözik azokat az Isten képeket, amiket az imádkozók vagy az írók, szerzők magukban hordanak, és azért az minden imádságban benne érzem én azt, hogy itt az Úristen azért nem játszópajtás. Ő engem partnerszámba vehet, ha akar, de mi nem szemmagasságban tárgyalunk egymással. Esetleg ő leereszkedik hozzám, és akkor úgy szemmagasságba kerülhetünk. De a szóhasználatban, az igényességben, a gondolatgazdagságban lehet, hogy az csak egy gondolatot jár végig, de azt úgy, hogy az nem a szerzőhöz méltó, hanem az Úristenhez méltó. És az Isten igényességére való odafigyelés az egy imádságban mindenképpen fontos, még akkor is, hogyha este hullafáradtan mondom el azt a 3-5 akárhány mondatot lefekvés előtt, mert azért én mennyei atyámmal beszélgetek, nem akárkivel, és ezt olykor elfelejtjük. Lehet, hogy megkérdezted volna, de nem szeretnék úgy elmenni, hogy valamit el nem mondjak. 1985-ben Nyíregyházán volt egy színházi bemutató. Ratkó József Segisd a király című drámájának a bemutatója. Én akkor frissen a katonaságból megérkezett teológus voltam, vagy újra teológus lettem a leszerelés után. Ami egyébként mind katonaság eleve egy imádságra késztető élethelyzet volt, de ez a 85-ös színházi bemutató, ez valami félelmetes hatással volt rám, mert Ratkó József a 9 éves kisfia halála miatt talált rá István királyra, amikor elveszítette Imre herceget. Ez a szituáció, amiből a drámát írta. És minden jelentős pontján a drámának az imádság műfajában zárja le, vagy nyitja meg az újabb jelenetet.
egyet hadd mutassak be. Ez most nem a Szabó Lajos által szerkesztett imádságos könyvben van, de hogy egy lelkipásztornak készülő ifjúban ez mit okozott, azt én nagyon hálásan megköszöntem annak a Ratkó Józsefnek, aki nem egy emblematikus keresztény, nem egy emblematikus református, bár nagykállói könyvtárigazgató volt, és sajnos fiatalabban elment, mint ahogy kellett volna a minden élő kutyán. Egy részlet az egyik imájából. Lenni nem kezdett, s véghetetlen úr. Ki markoddal megmérsz minden vizeket, s araszoddal az egeket beéred, ki haragodnak egy leheletével világot fújsz el, csillagot kioltasz, s föld megindul, hegyek hanyatlanak egy intésedre. Uram, égig érő s hatalmaskodó népeket elejtesz, míg virágoznak választottaid, vigyázz reánk, hogy álljunk meg a hitben. Segíteni ne vesztegelj nekünk, s hogy el ne esnénk, óvjad lábainkat. Tanítsd meg, akik ellenünk uszulnak, és földeinket elcsipegetik, és sóvárognak falvaink iránt, és kiirtanánk szülötte szavunkat, ha hogy dicsérni téged ne tudjunk. És minden módon ártani akarnak, tanítsd meg őket, Uram, haragodra. S intsd meg, akik a szent munkát segélik, s hitrehajtott népedet pásztorolják, örök hálát, hogy tőled várjanak, mert igen gőgösek immár, mintha ők adták volna el földet is alánk. Juttasd eszükbe, ki vagy te, Uram, s kicsodák ők. És tedd, hogy ne legyünk gyalázatja a szomszéd nemzeteknek, ne legyünk csúfjai és játékai, s messzire való maradékaink rút járom alá ne vettessenek. A falu rombolás évei voltak, ezek a 80-as évek Romániában, ez az áthallás, de hogy persze az István király korához méltó régies nyelvezetben fogalmazva, de hogy milyen választékos és milyen megdöbbentő volt, és mennyire egyházkritikus vagy pásztorkritikus, az külön beszélgetést megérne, de rám ez, hogy egy számomra világi ember így tud imádkozni, ez engem megszégyenített. És egy életre hálás vagyok azért, hogy részese lehettem ennek a drámának, bemutatónak. Hát onnantól kezdve nekem mást kellett az imádságban látnom, nem csak azt, amit egy egyszerű hívő embernek. Ehhez hadd kapcsolódjak néhány gondolattal. Amikor erről a könyvről ismerősi körben beszélgetünk, és kérdezik, hogy és kik írták, és akkor mondom, hogy ki mindenki van benne, például Várszegi Asztrik, nagy tisztelője vagyok, akkor azt mondják, és melyiket írta ő, hol lehet ezt megtalálni? És mondom, ez a könyvet el kell olvasni. Szépen adagonként, ami zseniális gondolat volt, hogy nem a nevekhez kapcsolja az imádságot, hanem az imádság után közli ott szépen, szerényen a nevet. Ez nekem nagyon-nagyon tetszik, hogy most ne az legyen a fontos, hogy ki gondolta azt a gondolatot, hanem az legyen a fontos, hogy mi van abban a részletben. Ugye a Szentírásnak is van egy imádságos kötete, nem más, mint a Zsoltárok könyve. És azért sokszor válogatott a teológia is a tekintetben, hogy mely az, amelyet Dávid Zsoltárának tulajdonítottak, illetőleg az, hogy ugye ezek különböző műfajú Zsoltárok. Református testvéreinknél nagyobb hangsúly esik a Zsoltárokra, hiszen az énekeinek nagy részét is az adja. Ugyanakkor azt gondolom, hogy éppen ez a sokszínűségét adja, hogy egyrészt ökumenikus szemléletű, másrészt pedig az, hogy nagyon nagy az amplitúdója, tehát a panasztól, az örvendezésig, a Csóró Jézuson, a Panea panaszon keresztül, amelyeket mindenkinek jó szívvel ajánlok a figyelmébe, olyan élethelyzeteket és olyan dolgokat szólaltat meg, amelyeket talán én is gondoltam már, de nem volt lehetőségem
összeszedni a szavaimat. Tehát azért számtalanszor érezzük azt, hogy a szavaink elégtelenek ahhoz, hogy megszólítsuk, vagy éppen elégtelen ahhoz, hogy az Isten meghallgassa őket. Ugye a mi egyházunknak többször félreállított püspöke Ordas Lajos volt, az, aki az imádságban nagyon is elmélyedt, és neki van egy kiadvány, hogy nem tudok imádkozni. Ezt szerintem számtalan emberrel, hogyha ti magatok is praxisotokon keresztül találkoztok, hogy azt mondja az ember, hogy nem tudok imádkozni. És milyen jó, hogy ehhez egyfajta ilyen sorvezetőként is jól tud segítséget nyújtani ez a kötet. Hát igen, mert ez biztos, hogy benne van, hogy ugye Ordas Lajosnál az is izgalmas, hogy ő az egyik olyan evangélikus teológus, aki nagyon népszerű elméletet is írt az imádkozásról. Tehát az, ahogy ő megközelítette nem csak az imádságaival, hanem az, amit Bodó Sára említett, hogy a tanulás folyamata, tehát ő ezt nagyon-nagyon szépen leírja, és ez biztos, hogy nagyon sokat jelent, hogy valahol az is előttünk van, hogy mik azok a szabályok, vagy mi az, amit be kell tartani. Ugye a Zsoltárok könyve az nagyon-nagyon közel áll. Ehhez a kötethez különösen közel áll, nem csak azért, mert itt már egy népes református szerzői gárda is van, a katolikusok kevesebben vannak, betartottuk az arányt, tehát a legnagyobb egyházból van a legtöbb szerző, az evangélikusból, aztán utána kicsit kisebb egyházból, a reformátusból jönnek, aztán végén a katolikusból pár szerző azért itt szépen belekerült, ugye, és azért az tényleg egy izgalmas dolog, hogy a zsoltároknak a lelkülete, a zsoltároknak a nyelvezete az gyakorlatilag ebben a kötetben nagyon domináns. Nem is annyira direkt módon, hanem indirekt módon, méghozzá azért, mert a Covid időszak alatt születtek ezek az imádságok. Tehát a legkeményebb Covid időszak alatt születtek, és ezért van egy csomó olyan imádság benne, amit akár orvos írt, akár bárki, aki még közelebbről érintett volt ebbe a lelkészeknél is, de a felkérő levelekbe én mindig beleírtam azt, hogy azért ne csak a Covid legyen benne. Ugye bennem szerkesztőként volt egy félelem, hogy Uram Isten, mi lesz velem, ha minden imádság a Covidról szól? Én tudom, hogy mekkora probléma, meg minden, de lesz-e benne valami más? És ezeket nagyon-nagyon szépen kijött ez. Ugye itt Debrecenből rajtatok kívül többektől kaptunk még imádságot, jelenlevő Kovács Krisztián is írt imádságot és meditációt, ugye neki is megjelent egy kötete, ami gyakorlatilag a templom környékének, kertjének, világának a képén keresztül hoz egy gyönyörű, tulajdonképpen liturgiai útvezetést is. Ugye, több minden kincset próbáltam valahogy belevinni, de a Zsoltárt azt úgy akartam megőrizni, hogy a felkértek közül úgy nagyjából egy 40 emberre biztosra mentem, hogy irodalmi értelemben a Zsoltár tónus meg fog náluk szólalni. És ez a fiataloknál van, ahol ennyire szépen, hogy majdnem költői formában szólal meg, merre visz az út? Merre visz az út? Ez a virágos, távolban világos, ez a kanyargós, sártól ragadós, ez a ködös, itt-ott rögös, keskenynek széles, szélesnek keskeny, szeretném, hogy hazavezessen. Oda, ahol mindennek célja és hona, értelmet adó áldott otthona, már vár. Merre visz az út? Amen. 21. század. Egy hölgy írta, Szigetiné Szentecki Katalin, rengeteget foglalkozik gyerekekkel, hitoktatással, gyülekezeti munkával, de én úgy éreztem ezt, amikor ezt az imádságot megkaptam, hogy egy ilyen darabot a szívéből odaadott. És nagyon erősen a Zsoltár útvonalán járunk. Tehát, mint a modern kori Zsoltár, és amikor sokszor kerülünk olyan helyzetbe, hogy nagyon nehéz imádságot találni egy lelkésznek egy-egy szolgálathoz. És nem is biztos, hogy van ideje gyülekezeti munkásnak, lelkésznek, gyülekezeti tagnak, bármilyen alkalommal. Én ezeket a köteteket azért tartom nagyon fontosnak, mert amikor nincs időm arra, és nincs energiám, hogy magam nekiálljak, átgondoljam, leírjam, kitusakodjak egy imádságot,
De ha ezeket az imádságokat elkezdem olvasni, az én lelkem is erősödik, de találhatok olyat, amit valaki tényleg úgy meg tudott alkotni, hogy azt teljesen segíti. Tegnap volt például egy Szirmai Zoltán fasori lelkésznek a sírkövét avattuk Farkasréten, és a készülés során, mert tudtam, hogy a család lesz ott, és valami olyat szerettem volna találni, ami úgy előre mutat, tehát hogy ne az emlékmű, ne az jöjjön ki, amit úgy általában kiszoktunk hozni, és akkor olvasgattam ezeket, és véletlenül kinyitottam az evangélikus énekeskönyvet, és ott találtam egy Járosi Andor gyűjteményt, ami majdnem ilyen 21. századi formába hozza el azt, hogy tovább kell lépni. Célt kell keresni, az igazi emlékezés, ha előre tekintünk, gyönyörű képekkel. Tehát itt összekötődik egy modern imádságos könyv, összekötődhet a régiekkel, de valahogy ott kell lenni a generációknak és a koroknak egymás mellett. Én ezt nagyon fontosnak tartom, és ebbe a kötetbe is arra nagyon próbáltam vigyázni, hogy ne egy generáció uralkodjon a szerzőknél, hanem tényleg legalább egy 90 év, abból mennyit lehet beszámítani, 60 évet, azért 60 év legyen ott, tehát hogy a különböző generációk, különböző életkorú szerzők megszólaljanak, és egy mondat még, amit röviden el szeretnék mondani, arról már volt szó, ugye a lelkészek felkérése az mindig egy kicsit könnyebb. Mert amikor nem lelkészeket kértem fel arra, hogy írjanak, olyan, tehát az ő világukban valami olyat jelentett, hogy én megmerjem osztani az én imádságomat? Vagy lemerjem írni az én imádságomat? Kicsit úgy éreztem sokszor, amikor írtak személyes levelet, hogy mintha olyat írnának, hogy előjöhetek én a padsorokból az oltár elé? És megfordulhatok, vagy elmondhatom az én imámat, és így letehetem, hogy mindenki számára elérhető legyen? És nagyszerű dolgokat adtak közre. De nyilván nem könnyű ezt megosztani, de az a jó, hogy ezek most már itt vannak, tehát ezek már egy gyűjteményben benne vannak. Lehet, hogy az utánunk jövő generációnak is tud olyasmit adni, hogy sokkal inkább megérti azt, hogy miben éltünk mi, például ebbe a Covid időszakba, mert nagyon jól visszatükröződik benne az, amit ha leírnánk tényként vagy objektíven, nem jönne át így, hogy Isten előtt miért tusakodtunk, milyen kérdéseink voltak, amiket Isten előtt úgy kimondtunk. És az én nekem az imádságnak az egy teljesen definíciójává vált, amit Fabinyi Tamás írt egy meditációt, aminek azt a címet adta, hogy a lélek lélegzett vétele. Szerintem ebbe tömören benne van, hogy erre kell vigyázni, hogy ez meg ne szűnjön, illetve ha írom, vagy elmondom, vagy átadom, akkor úgy adjam át, mint a lélegzetvételt, tehát a legfőbb értéket. Nagyon jó, hogy sokféle korosztály van benne. Mindenki megtalálhatja. Van, amikor egy idősebb gondolat, idősebb embernek a gondolata érint meg nagyon mélyen. Van, amikor egy fiatalé. Amikor valaki lelkigondozói helyzetben azt mondja, hogy én nem tudok imádkozni, akkor néha előfordul, hogy azt mondom, amit sajnos nem én találtam ki, valakitől hallottam, ha ti voltatok, szóljatok, hogy amikor nem tudunk imádkozni, akkor a sorsunk imádkozik. De amikor arról van szó, de hogyan imádkozik a sorsom, akkor én azt tudom mondani, hogy így. Mert ebben úgy érzem, hogy sorsok imádkoznak. Tehát nem hivatások szólalnak meg, hanem az irodalmár, a bölcs, a vezető, vagy a fiatal, a lelkész, vagy aki elbizonytalanodik abban, hogy merre visz az út, és fölmeri tenni a kérdést. Olyan hitelesnek érzem ezeket a szövegeket, amelyek segítenek abban, hogy olykor segítsenek kimondani a kimondhatatlant, amikor nem tudjuk szépen mondani, de szeretnénk valahogy Isten elé tárni. A visszhang. A visszhangnak a címe és a kötetnek a borítója valahogy ilyen sejtelmes volt. Egyesek, amikor meglátták az én polcomon, akkor kérdezték, hogy ez valami gyászfeldolgozáshoz való. Nem azért, még nem nyitották ki. Viszont itt már azért explicit a dolog. Imádkozz velünk. Két dolog,
Máté evangéliumának 6. fejezetében még azt olvassuk: te, amikor imádkozol, menj be a szobádba, zárd be az ajtót is, imádkozzál titokban mennyei atyádhoz. A 18. fejezetben pedig ezt halljuk: ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei atyámtól, ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük. Úgyhogy a kérdés, hagyd tegyem fel nektek: egyedül, vagy ketten, vagy hárman? Mielőtt a kérdésre válaszol, neked muszáj valamit mondanom neked. A visszhang és e között két dolgot muszáj elmondani itt, hogy mindenki ezt hadd hallja meg egyszer, hogy a visszhangnál egy csomó félelem volt bennünk, szerkesztés alatt is. Nem mertük odaírni a neveket a végére, mert abban a korban úgy éreztük, hogy nem jó, ha megjelenik, hogy valaki is tudja, hogy ki írta melyik imádságot. Akkor még nem mertük. Itt már mertük. A visszhang egy kicsit visszafogottabb volt, ez tény is való, viszont az a borítón lévő kép, az Harmati Béla püspök úr feleségének, Polgár Rózsának az alkotása. Ha el tud valaki képzelni szívet, lelket melengető textil művészi alkotást, hát az az. Ugye egy ilyen, de sajnos nem textilből van ott, vagy nem úgy van ott, fotóval van ott, de annak a lélek finomsága, a lélek rezdülése, és Istennek a felénk hajló végtelen, elfogyhatatlan finomsága, az ott benne van. Úgyhogy ezt csak azért mondom, hogy a két, itt már belemertük írni mindenkinek, ugye, ahogy mondtad, hogy ott van a végén a neve, egyéb, de ezek változnak ezek a évtizedek alatt, hogy mit, hogyan tudunk közreadni, hogyan kapunk meg, mi a jó talán. Nem biztos, hogy ezek mind jó megoldások, de muszáj erre figyelni, hogy abba az adott korba pontosan milyen formába szabad nyúlni az imádságokhoz. Én nem tudok erre a kérdésre válaszolni, amit te föltettél, én csak annyit tudok, hogy ahogy adódik, hogy, mármint hogy egyedül, csak hogy emlékezzünk a Lajos közbeszólása előtti mondatodra, egyedül vagy ketten-hárman, hát hogy adódik. De azzal a természetességgel, ami abban a szituációban az Isten előtt megengedhető. Mert azért a coram Deo, az Isten előtt, Isten színe előtt lét, az 2-t, 3-at, 5-öt, 500-at is kötelez, meg engem egyedül is kötelez. És hogyha ez őszinte és természetes, akkor minden módon jónak látom, vagy helyesnek látom. Egyet nem, hogyha az erőszakra történik. Az imádságot nem lehet kierőszakolni. És annál rettenetesebb nincs, mint amikor valakit imádságra kényszerítenek. Az a számomra elfogadhatatlan. És úgy hiszem, hogy az Úristen számára is nem az öröm, hogyha valaki kényszerűségből, vagy kényszerített állapotában imádkozik, hanem önként. És egy reflexiót enged meg, Lajos, hogy amelyik egyházban egy Dietrich Bonhoeffer a zsoltárokat úgy szerette, és a teológus hallgatóival is igyekezett megszerettetni, nem csoda, hogy Zsoltár ékletettségű az imádság kötete. Én említettem az elején, hogy én imádkozni félelemben tanultam. Később is sokszor előfordult, teológus koromban is, hogy jártam ilyen évfolyamkörbe, ahol a többiek, sok lelkész gyerek volt, vagy több, nagyon bátran megtanulták. Tehát ők nyilván otthon a családban egymás előtt imádkoztak. Nekem ez idegen helyzet volt, őszintén megmondom, nálunk ez otthon nem volt gyakorlat. Ezért én ott nem imádkoztam. Vállaltam, hogy igen, volt az egyik, aki azt mondta, hogy te nem tudsz, vagy mi van. Ott voltam, jelen voltam, de nem tudtam. És én ezt azóta is, ha valakinél másnál találkozom ilyennel, gyereknél főleg, nagyon tiszteletben tartom. Mert az a belső szoba mégiscsak belső szoba. Amint
ebből látszott tevékenység lesz, akár megfelelni akarásból, hogy elismerjek, hogy elhiggyék, hogy én is szeretek imádkozni, az hamissá válik. De ha olyan pillanat van, szerintem azt megérezzük, amikor úgy tudunk ketten vagy hárman imádkozni, hogy érezzük a másik imádságát, akkor gyakorlatilag az ő behív minket, amikor ő mondja, és akkor belső szobában vagyunk. A 1968-72 közötti időben Berekfürdőn volt egy ilyen nyári konferencia sorozat, hogy papgyerekek konferenciája. Ezt Tankó István nagytisztelt úr szervezte, akkor még nem lehetett mást mondani. Persze voltak ott presbiter gyerekek is Debrecenből, de ez volt a fedőnév. És én ott döbbentem meg azon, amikor bibliakörben rendeződtünk, hogy volt ilyen rámutatós imádság, hogy a bibliakör vezető, ez mondjuk Barta Ferencnek hívták, az mezősesi lelkipásztor volt akkor, aztán máshová helyezték, rámutatott, hogy ki imádkozzon. Hát én rettegtem ettől, mert most te imádkozz. És voltak ott még 8 mellettem mások. Hát rettenetes volt. És én akkor jöttem rá, hogy milyen hálás lehetek én a saját szüleimnek, hogy nálunk nem ez volt a divat. Hogy ilyen rábökős, hanem teljesen normális, ahogy az kell. És nagyon megértem azokat, akik belecsöppennek egy ilyen helyzetbe, mert én még a lelkész gyerek is megdöbbentem ezen, hogy parancsszóra imádkozni, mert ez így jött le gyerekként, akkor 8 éves voltam. És ez valami rettenetes, hogy az imádsággal ezt lehet művelni. Biztos, hogy ez az egyedül vagy közösen, ez egy nagyon nehéz kérdés. Volt tanítványom, nagyon ráérzett egy dologra, mert egy darabig én bennem az volt a cím elképzelés, hogy imádkozz velem. Hát ez egy elég nagyképű elképzelés volt, bizonyos értelemben, hogy attól függ, ki én Jézusra gondolok, de aztán utána, hogy leesett nekem, hát hogy az ilyen nyugat-dunántúli fejnek lassabban esik le, hogy mondom, hoppá, mondom, még valaki azt hiszi, hogy azt akarom, hogy én velem imádkozzon, és ilyen furcsán jön ki ez. Aztán a korrektor az jelezte, hogy azért más címbe próbáljunk gondolkodni, és akkor egy pár betűt megváltoztattunk, és így lett ez a címe. De ez a, hogy egyedül vagy együtt. Én szerintem két dolog van, ami nagyon fontos. A közös, tehát a gyülekezetbe közösségi, hangos imádságok nélkül szerintem nem lehet gyülekezeti életet élni. Tehát a gyülekezetbe kell vagy egy csoport, vagy egy istentisztelet típus, vagy egy kör, valami kell, ahol nem egyedül imádkozik valaki, hanem valamilyen formában együtt imádkoznak. Ugye az együtt imádkozás, én nagyon sokat dolgoztam ifjúsági munkában, Balatonnál, nyári tábornál, vagy legalább 50 tábort vezettem, és ugye egyszer kaptam meg az egyik legnagyobb teológiai kérdést az egyik fiataltól, mert ugye mindig úgy zártuk a tábortűznél, hogy akit az Isten szent lelke indít, mondja el az imádságát. Erre odajött hozzám két beledi gyerek, igazi falusi gyerekek, azt mondja, de Lajos bácsi, mi van akkor, ha nem indít senkit a szent lélek? Csönd van. Hú, mondom, erre mit kell válaszolni? Hát mondom, hogy a csönd is olyan majd érik, mondom, a szent lélek is meg, majd lesz valami. És ugye azon a konferencián az utána következő 3 napot az életemből nem tudom soha elfelejteni, sosem tudtam, most merjek ilyen közös imádságot csinálni ezek után, vagy ne. Tehát ez egy ilyen helyzet is benne van. A másik, hogy ami nagyon fontos, és én azt érzem, ma Magyarországon itt rengeteg pozitívum van, azok a nagyon jó és nagyon értékes óvodai hitoktatók, alsó tagozatos hitoktatók, akiktől én annyi fajta visszhangot kaptam már az unokáimon keresztül is, hogy olyan kedvesen és olyan szeretettel csempészik be az imádságot ezek a pici gyerekekbe, hogy én csak pislogok, hogy micsoda teológiai háttér lehet, hogy ezt így meg tudják valósítani. Mert az egy csoda, ha valaki megszereti, még nagyobb csoda, ha fölbátorodik, és utána, ha egyéni belső szobába, ezt ő akkor is gyakorolja, amikor az Úristenen kívül senki se tudja, hogy ő ezt gyakorolja. Egyszer egy püspök
no nem protestáns, hajóútja során találkozott egy kis szigeten három egyszerű benszülött halásszal. Büszkén próbálták mutogatni, hogy őseiket a misszionáriusok megkeresztelték és imádkozni is szoktak. A maguk módján az égre emelik a tekintetüket, és ezt mondják, mi is hárman vagyunk, ti is hárman vagytok, könyörüljetek rajtunk. A püspökenek nagyon megörült, de amikor kiderült, hogy még a mi atyánkot sem tudják, csak ezt a primitív imádságot, rögtön buzgalom fogta el, és az egész nap csak azt tanította nekik. Amikor a püspök legközelebb a sziget felé vette az útját, a messze távolba valami lélegzetelállítót pillantott meg, a szigetről három ember vízen járva közeledett a hajója felé. Amint közelebb ért, nem hitt a szemének, az a három benszülött halász volt. Püspök, püspök, mi annyira boldog találkozni veled! Mi sajnálni? Imádság elfelejt, csak az eleje tudni. Mi atyán ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Kérünk, tanítani meg minket újra. Kedves barátaim, inkább imádkozzatok így. Mi is hárman vagyunk, ti is hárman vagytok, könyörüljetek rajtunk. Lehet-e az az imádság, amellyel találkozik itt az ember, valóban az embernek a belső szobájában használatossá, vagy akár memoriterré is? Egyik principálisom azt mondta, hogy egy 40 éve a gyülekezetbe járó ember oda ment hozzá, és azt mondja, lelkész úr, te tudtad, hogy amúgy ez a mi atyánk benne van a Bibliában? Kicsit azért rossz ítéletet alkot felettünk, de én azt veszem észre, hogy a bibliaolvasás nálunk protestánsoknál háttérbe szorult, és megelégszünk sokszor azzal, ami esetleg az útmutatónkban van, vagy éppen a mindennapi kenyerünk bibliaolvasó segédletben van, és néha megfeledkezünk az imádságról is. Tud-e katalizátor lenni az imádságos életünkben egy ilyen kötet, egy másik embernek a gondolata, érzésvilága, amely akár a miénk lehet is, olyanná válhat, mint mondjuk a mi atyánk? Nagyon megfogtál. Az egyik oldalon biztos, hogy van egy olyan célja egy ilyen kötetnek, hogy ha valaki belőle kiragad egy rövid imádságot, vagy valakit nagyon megfog egy mondat, vagy megfog egy imádság részlet, és az ő neki teljesen sajátjává válik, akkor ezt az utat tudja járni. De én azt gondolom, hogy azt nagyon nehéz megmondani, hogy mi válik olyan imádsággá, amit én szüntelenül előveszek és újra-újra elmondok. Nem biztos, hogy ez mindig olyan, amit én kívülről mondok el. De azt biztos vagyok, hogy például azok az imádságok, amik például ebbe a kötetbe konkrét betegség, gyász helyzetében hangzottak el, az egész biztos, hogy óriási napi imádság lehet annak, aki betegségbe, gyászba és egyebekbe van. Vagy aki ugye áttéli azt, hogy itt egy csomó olyan imádság van, ami azt írja, hogy nem tudom, mi lesz velem. Kaptam egy mondatot az orvostól, nem tudom, hogyan folytatódik az életem, itt vagyok, mi lesz velem. Na most, aki ebben a helyzetben van és észreveszi ezt a címet, én azt annak örülök távolból is, és úgy, hogy nem tudom, hogy ki ő, de ha többször elő tudja venni, naponta meg tudja nézni, és erőt ad neki, akkor már megérte ezzel a kötettel foglalkozni. Tehát ezek az utak, ezek valahogy így mozognak. Én azt gondolom, hogy nyilván ugye azért a mi atyánknak az imádság szövege, meg a kötött nagy imádságaink, akármelyiket is idézhetnénk most, ugye ezeket valahogy úgy tudjuk kiemelni, mint amik valóban legfölül vannak, amikre úgy föl lehet nézni, és azok az imádságok, amik itt vannak, azok pedig ilyen kis, fölfelé vezető imádságok. Tehát az én mi atyánkom mélységéhez akkor érkezem meg, ha ezek az imádságok valahol bennem dolgozhatnak, meg hatnak, meg mozognak, meg élnek. Én nagyon valahogy az a cél, hogy ha akár most adventbe is, vagy bármi, ha valaki olyan ismerőse van, és ez most nem a reklámhelye egyszerűen, nem csak azért mondom, de olyan ismerőse van, akinek úgy szeretne valamit a kezébe adni, ami egy kicsit segíteni tovább oda,
hogy az Istenhez közelebb kerülhet, vagy a gyülekezethez közelebb kerülhet, vagy a saját lelkébe egy picit revideálhatja, átgondolhatja azt, hogy ha én távolabb voltam is, miért ne lehetnék ehhez közelebb? Most és ezért is ez egy ökumenikus hátterű, tehát akár katolikus, akár református, akár evangélikus, aki ezt így elkezdi olvasgatni, és egy picit segít visszahozni azokat az embereket, akikben vagy elszakadás van, vagy ellenállás van, vagy sértődés van, és ebből egy picit ledolgoz ez az imádságos könyv, akkor én már nagyon boldog vagyok. És ha valaki bátran veszi azt, hogy ezt valakinek a kezébe adja, annyit tudok garantálni, hogy jó szolgálatot végez. Azt gondolom, hogy azért, mint imádságos könyv, már elhangzott a szó, ez egy intim műfaj, és én szeretek az imádságokkal kettesben maradni. Mert amikor az ember elolvas egy szöveget, vagy olvas egy szöveget, és ott olyan képes kifejezés van, amit bármelyikünk magára vehet, én nem bármelyik vagyok azok közül, akik potenciális olvasói ennek a kötetnek, hanem én vagyok. És én tudom behelyettesíteni azt a nyomorúságot, vagy örömöt, élethelyzetet, ami ezekből a mondatokból nekem fontos, szívhez szóló, helyettem megfogalmazza azt, amit a másik is érez, és Isten előtt el tudom mondani. És ezt csak a könyv tudja. Mert a szememmel is látom, amit olvasok. És én legalábbis ilyen típusú ember vagyok, hogy még a felolvasás sem olyan, mint amikor én is olvashatom. És hogyha ezt az ember olyan élethelyzetben teszi, amikor tényleg rászorul az imádságra, akkor azok nagyon nagy pillanatok lehetnek. És memoriterként én nem tanulnék meg ebből imádságot, de ahogyan Sára fölidézett egy mondatot, aztán Lajos egy másikat, és tudnánk, akik olvassuk többet is, hogy vannak olyan megfogalmazások, amik viszont megmaradnak. És nem azért, mert én meg akarom tanulni, hanem mert belém mászik az a megfogalmazás, és nem csak azért, mert szép, hanem mert olyan kifejező, hogy az ember azt nem tudja elfelejteni. És ez egy óriási értéke ennek a kötetnek, hogy sok-sok ilyen mondat van, és lehet, hogy amire tegnap előtt nem voltam fogékony, mert más élethelyzetben voltam, az ma este engem meg fog ütni, mint az áram. Mert annyira az enyém, mert ma történt valami, amit az a mondat fejez ki igazán, és tegnap előtt még nem történt meg. Ezért valóban az éjjeli szekrény állandó tartozéka. De azért azt elmondhatom neked, hogy elkövettél egy ilyen mondatot, amit én már tudom, hogy nagyon sok helyen felolvastak és megtanultak. Ugye azt írtad le egyik imádságodba, belülről látjuk igazán, kettős pont, püspök úr, kettős pont, több az egyház, mint aminek látszik, és amivé tettük. Na most ezt az imádságot pünköstkor, gyülekezeti alkalmakkor, gyülekezeti konfliktus helyzetén, egyházi konfliktusok helyzetén, szerintem ez a mondat olyan, amit nagyon jó meg lehet jegyezni, és amivel nagyon mélyre lehet menni. Az egész imádságodhoz azért az már kellene egy kis doktori fokozat is, hogy kívülről megtanuljuk, de magát ezt a mondatot, ezt tökéletesen meg lehet ragadni, és néha ez elég. Én szerintem a 21. században valóban, amit mondtál, hogy egy-egy ilyen kép, egy-egy mondat, ami megmarad, és az mélyre megy. És nem csak a 21. században, hanem olvasva a tanúságtételeket, a megkínzott emberekről, az elhurcoltakról, a foglyokról, és most a bajban lévőkről. Tudok olyan történetet, amikor valakit annyira megvertek, hogy az elméje elborult. De volt egy mondat, egy,
amit hajtogatott. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Egy tönkrevert embernek egy mondat életimádság, sorsimádsággá lett. Én úgy gondolom, hogy ha ezek szavakat adnak, mondatokat adnak, válogassunk, kit mérít meg. Egyik pillanatban egyik, a másik pillanatban a másik. De nekem mindegyik szöveg valahol elvezet az úri imádsághoz. Nagyon szeretném, hogy a hittanórákon egész pici korban az úri imádság, nem baj, hanem magyarázzuk agyon a gyerekeknek, nem kell. Ez attól az, ami, hogy ez nagyon mélyre menjen. De ahhoz, hogy ez mélyre menjen, és mondjuk egy háborús helyzetben egy mondata mondjuk felidézhető legyen. Láttam ilyen filmet, nem tudom, valami római háború Rómában is, ott a félő emberek egyszer csak elkezdték mondani, mi atyánk ki vagy a mennyekben. Amikor nagyon nagy a baj, akkor kell az, hogy legyen mondatunk. De ahhoz, hogy ez mélyre menjen, ahhoz meg kellenek ilyen könyvek, hogy kapjunk szavakat, mondatokat, amik mind visznek bennünket az úri imádság felé, és az Isten felé. Luther ezt mondta, én még ma is úgy csüngök a mi atyánkon, és úgy szívom, mint a gyermek, úgy majszolom és kortyolom, mint az öreg ember, nem tudok betelni vele, csak ehhez a mondathoz, rektor helyettes asszony. Tudom, hogy sokszor halljátok, sokszor mondják, de én azt gondolom, hogy a világnak is válaszolni kell. A zuhanó repülőgépen nincsen ateista. Ugye, meg hinni csak a templomba kell, ezt mindig halljuk unos, untalan, de mit kezdjünk ezzel? Hiszen abban biztos vagyok, hogyha végveszélybe kerül az ember, akkor valami foszlány, amit gyermekkorában hallott, amit nehéz körülmények között a nagymamától, dédnagymamától, szülőktől, intelemgyanánt, berögződött imádsággyanánt, vagy akár egy zsoltárrészletgyanánt felvillan. Hogyan tudunk ezzel kezdeni a valamit? Üde a nyelv vezete ennek a kiadványnak. Sokszor azt mondják, hogy olyan kánaáni nyelven szólal meg az egyház, az igehirdetések, és azt gondolom a kötött imádságaink tekintetében, hiszen mi prüla agendánk is azért elég régi már, és azok a szavak nem biztos, hogy érthetőek a ma embere számára. Az üdvösséggel és a megváltással nagyon nehezen tudnak mit kezdeni, ha hittanórán, bibliaórán nem foglalkozunk vele. Éppen ezért hogyan tudjuk a mai embernek interpretálni, lefordítani azokat a szavakat, amelyek nekünk meghatározóak és a szókészletünkhöz hozzátartozik. Illetőleg, hogy hogyan tudjuk azokhoz is elvinni az imádságnak a lelkületét, akik eddig még arra se gondoltak, hogy nekik egyáltalán erre szükségük van. Szívesen kezdem. Ez a könyv abban is példa, hogy sok mindent más oldalról vizsgál. Egy-egy élethelyzetet. Tehát hagyományosan a kánaáni nyelven azt tudjuk mondani, hogy ha rossz az életed, akkor nézz szembe bűneiddel, bánd meg, imádkozz, és minden rendbe jön. Ez egy nagyon hagyományos értelmezés sok helyen. De amikor megnézem ugyanezt a helyzetet egy másik oldalról, hogy azért vagyok bajban, mert nem kaptam fogódzókat. Azért nehéz, mert mindenki elhagyott, és magányosnak érzem magam. És ezért, ha senki nem szeret, hogyan hihetném el, hogy Isten szeret? Akkor én úgy gondolom, hogy segítséget nyújtok a másiknak azzal, hogyha nem az előző útra próbálom mindenáron ráterelni, hanem segítek abban, hogy erről az oldalról nézzük meg. És akkor én gondolhatom teológusként, hogy bűnös vagy, de vele láthatatom azt, hogy erőtlen vagy, fáradt vagy, gyenge vagy, végére értél valaminek. Én úgy látom, hogy nagyon nagy bennünk, függetlenül attól, hogy ateista vagy sem, az Isten szükség, hogy szükségem van rá, akár bevallom, akár nem. Ha ezt az oldalát szerintem erősítjük, akkor többen oda hallgatnak ránk szerintem. És ez ebben jó segítség.
Egyetértve ezzel, amit mondasz, és szerintem ez is az Isten képtől is függ, hogy az imádkozó, vagy az imádságban vezető embernek milyen az Isten képe, egy büntető Isten, vagy pedig egy könyörülő Isten. Én, amikor ilyen kánaáni fogalmakról van szó, amit meg kellene magyarázni, egy csoda vers van, hát véletlenül evangélikusnak született. Nem tehet róla, úgy hívják, hogy Reményik Sándor. Amit a kegyelemről érezni kell, azt abban a Kegyelem című versében, hogyha majd kiki hazamegy, nézze meg a Reményik Sándor kötetben, vagy interneten is megvan, ahogy eljut oda, hogy ez a magától, ez a kegyelem, na de ott leírja, hogy mik történnek azért, és ahogy levezeti, és csak utána jut el a fogalomig, azt szerintem zseniális. Mondhatnám azt is, hogy Szentlélektől ihletett, és nem egy definíciót ad, hanem történéseken keresztül bemutatja, hogy dolgozik az Úristen kegyelme. Ha ilyeneket tudnánk a nagy fogalmakról találni, gyártani, kapni, akkor az nagyon sokat segítene, mert ez életszerű. És a fogalmainkkal mindig az a baj, hogy az életszerűség hiányzik belőle. Pedig azok nagyon életes kifejezések voltak valamikor, amikor valaki megkapta azt, hogy egy szóba megszentelődés. Hát milyen gyönyörű, mondom én, aki csomót tanultam róla. Na de hogy van az? Tehát ez a Reményi kegyelem, ez jó példa, hogy kell csinálni, vagy hogy kellene csinálni. Ezt nagyon köszönöm, hogy ezt elmondtad. Egy mondattal hadd reagáljak. Szó sincs arról, hogy a teológiai fogalmakat, a kegyelem fogalmát ki kell iktatni, és bagatellizálni kell az egészet, hogy mondván, hogy majd az ember szükségei, hanem az út, ahogyan eljutunk ezekig a fogalmakig, azt hiszem, hogy az nagyon fontos. Biztos, hogy ezek a kérdések nagyon izgalmasak, de most annak ellenére, hogy ezt én szerkesztettem, egy kicsit szeretném a védelmembe venni azt, amit nekem, tehát hogy ez nekem, hogy összekeveredjen bennünk. Tehát van a régi liturgikus nyelvnek egy stabilitása. Én nagyon várom az Isten tiszteleteken, és mérgesít, ha a papaszt kicseréli, és más mond helyette, ami úgy szentül benne van az általad emlegetett prőle liturgiába, és én nagyon rosszul érzem magam, ha ott beletúr, elnézést, idézőjelbe, mond valami modern szót a múlt század elejé imádságba, és én nem azt hallom, amihez én kötődöm. Tehát ugye a régi imádság, a nehéz nyelvezetű, vagy ilyen bármivel teli lévő ilyen imádság, annak is megvan a helye valahol ott, ahova mi mindig visszatérünk, és a stabilitásunkat megtaláljuk. Tehát én ezt nagyon, nagyon fontosnak tartom. A modern megközelítés, vagy az aktualizált és aktuális nyelven történő megszólalás, az pedig a jövőbe fogja majd azt kiharcolni, hogy valahova befurakodjon, ha annyira sokan olvassák és annyira sokan mondják, ahol helyet talál magának. Nem tudom, hogy ez így elég érthető és világos, hogy ugye az, amikor én elmegyek templomba, akkor én két dolgot várok. Az egyik, várom a nyugalmat, a megszokottság tradicionális erejét, hogy ez adjon nekem egy stabilitást. És várom azt, hogy legyen egy-egy ilyen kimozzantó, kizökkentő, provokatív pillanat, amikor egy picit fölébredek, de azért a végén az ároni áldás legyen ott, a végén legyen ott szépen az a formula, mert ne bosszantson engem egészen föl, kicsit fölbosszantad, de túlzottan nagyon ne bosszantson föl. Tehát erre nagyon vigyázni kell, és ebbe szerintem ma a teológia pontosan ott vagyunk, hogy protestánsok, kicsit most ébredünk rá arra, hogy a tradicionális kincseink szépsége, az megőrzendő, szövegbe is. Ami utána hozzájön mai, annak meg a megfelelő helyre kell kerülni.
Voltak ilyen próbálkozások a múlt század második felében, közepén, gyakorlati teológiában ezeket tanítottuk is, meg ismertük is ezeket, hogy teljesen lefordították mai nyelvre második istentiszteletként, déutániként, modern istentiszteletként, gitáros istentiszteletként, így vagy, amúgy. Ez mind rendben van. De valahol ott kell lenni annak, ami engem nyugalomban, stabilitásban, a megérkezésem pillanatában magához von. És én ott vagyok nagyon közel. Ez csak úgy most kijött belőlem, de hiszem az időnk is lassan lejár, de ami úgy gondolom, hogy a Ratko-féle imádságban gyönyörűséges, és ez olyan jól szemlélteti, a veretessége, a hiteles veretessége, tud bánni a szóval. Azért nem titok, hogy ma a nyelv, hát mondjuk ki, romlik. A nyelvészek közül sokan mondják, hogy nem, csak változik. De azért a mi, ahhoz, hogy egy istentiszteleten valóban jól érezzük magunkat, szükség van annak a liturgiának a biztonságára, a szavak biztonságára, megbízhatóságára, hogy meg tudok abba, igen, az ároni áldás, az ároni áldás maradjon. Ugyanakkor ma azzal küzdünk, ha már itt ilyen irodalmi asszociációk vannak, ki viszi át a szót, azt a nemest, azt az érthetőt, azt a megfoghatót, azt a felemelőt, és azt hiszem, hogy ebben a protestánt, ennek a két egyháznak biztosan óriási a felelőssége, hiszen mi a szóval nagyon sokat dolgoztunk a történelmünk folyamán is, és ha valamiben, sok mindenben segít egy ilyen kötet, hogy megpróbálja a szónak visszaadni a méltóságát. Modern legyen, de kapcsolódjon ahhoz a vereteshez is. Ravasz püspök úrról jegyezték fel azt, hogy kiváló igehirdetőként igehirdetés kötetei is voltak, és egyik lelkésze nem nagyon készült arra a vasárnapra, hanem elővett tőle egy igehirdetést, és püspök úrnak szokása volt a harangzúgás után bemenni a templomba, leülni az utolsó padban, és miután a lelkész meglátta, próbálta azért úgy változtatgatni azon az igehirdetésen, és a végén a készfogásnál, elbúcsúzásnál mondta, hogy püspök úr, nem volt időm készülni, de azért változtat adtam rajta, hogy a te igehirdetésre nem kellett volna, fiam. Nem kellett volna. Magam is érzem ezt sokszor, hogy azok az imádságok, azok a szófordulatok, azok hiányoznának ebben a dologból. Viszont azt gondolom, hogy a változatosság mellett az állandóság is tud bennünket is gyönyörködtetni. És akkor hát akkor, hogyha egy másik evangélikushoz nyúlhatok én is, hogy Vörös Sándor pedig azt írta, hogy alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra. Én azt gondolom, hogy ez a kötet is egy létra lehet, amelyen keresztül azért mi is felfelé kapaszkodhatunk. És nagyon-nagyon köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Nagyon köszönjük a Luther kiadónak, hogy lehetővé tette ezt, és a Karakter 1517 kávézónak is, hogy helyjel és szeretettel fogadtak bennünket. És szerintem lehetőség van még ezt a kötetet megvásárolni a szerzővel, illetőleg a szerkesztővel, meg szerzőtársakkal is esetleg dedikáltatni, és reméljük, hogy ebben az adventben is minél több emberhez eljut, ajándékként, ajándékkísérő gyanánt, és oda visz, ahová vinni kell bennünket, így a bölcső a jászol mellé ebben a karácsonyi ünnepkörben. Köszönöm.